És az első kérdés az tulajdonképpen az lenne, hogy visszatérve a GOC-nek ugye a fő irányára, ami azt jelenti, hogy az elektromos termelés az hogyan tudjuk biztosítani hosszú távon Európában, különös tekintettel Magyarországon is, hogy hogyan történhet ez a jövőre vonatkozóan, milyen perspektívákat lát Szanner úr ezen a területen. So we are talking about geothermal power production, and I think geotermikus elektromos áramtermelésről beszélünk, úgy gondolom, hogy I think that for Hungary the lowest hanging fruit are binary systems based on natural water in natural permeable zones at great depth. Úgymond a legalacsonyabban, legelérhető közelségben lógó gyümölcs, ez a bináris rendszerek. There are certain areas, in particular in the south of Hungary, vannak területek, különösen Dél-Magyarországon, where temperatures exceed 100 degrees, ahol a hőmérsékletek bőven meghaladják a 100 Celsius fokot. And that could be, in combination maybe with district heating, a good option to try small, low temperature binary power. És ez távhővel kombináltan a kis alacsony hőmérsékletű rendszereknek egy jó lehetőségét nyújthatja. And the next step then for me would be an ETS, to go deeper, következő lépés, higher capacity, mélyebb fúrással és nagyobb kapacitással egy EGS rendszer lenne. I could imagine a stepwise approach. Egy több lépéses megközelítést tartok el a közelítőnek. Először a könnyebb végén fogom meg a problémát, és onnan haladva a nehezebb feladatok felé. Még egy másik kérdés lenne, ami a Szanner úrnak az előadásából is kiderült, ugye az Európai Unió 2030-ra 27%-os megújuló energia növekedést irányoz elő. Ha jól értettem, Szanner úr kifejtette, hogy ezt elég alacsonynak tartja. Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan lehetne ezen a szituáción változtatni, hogy mégis ne várjuk meg a 30-as évek végét, hanem haladjunk egy kicsit erőteljesebben. The point is that this 27% is just the linear extrapolation of what we have now. Ez a 27% ez tulajdonképpen úgy jött ki, hogy a jelenlegi állapotoknak egyfajta időben lineáris extrapolációját végeztük el. We are aiming at 20% in 2020. 2020-ra 20% a kitűzött célunk. But we had a stronger growth in the beginning, and now the plans are to continue just linear instead of an Figyelembe lehetne azt venni, hogy kezdetben nagyobb növekedést tapasztaltunk, és ez az extrapoláció pedig innentől már csak lineáris növekedést feltételez. So the renewable energy sector in Brussels, the renewable energy industry, a brüsszeli megújuló energia was asking for a target of 45%. 45%-os célkitűzést kért eredetileg. Which is much more, and I hope that at the end we'll see something in between. Ami egy lényegesen magasabb érték nyilvánvalóan, és én nagyon remélem, hogy valahol a kettő között fogunk egy tényleges értéket elérni, 27 és 45 között. One big problem is that in the current system, for each country there is a specific target, and the European Commission is checking that regularly that the countries are on track. Jelenleg minden EU-s tagállamnak van egy saját kitűzött célja, és az Európai Bizottság ellenőrzi, hogy ezt a cél folyamatosan részteljesítéseit elérik-e. But if you have an overall target after 2020 for whole of Europe, de hogyha az egész Európára nézve 20%-os a célkitűzés, it is impossible to really push a country to fulfill this. Akkor lehetetlen, hogy egy adott országot a felé tereljük, hogy elérje a saját célkitűzését. So what we need is politicians really to work there through the European Council, because that's where the national governments have az Európai Tanácson keresztül valódi politikai cselekedetekre van szükség, ugyanis ők tudják a nemzeti kormányokat And we from the
associations in Brussels, we are working with people in the Parliament and in the Commission. Brüsszelben együtt dolgozunk az Európai Parlament, illetve a bizottság tagjaival. For the Council, we need the national. De az Európai Tanács az nyilván a nemzeti kormányokkal szükséges együttműködés. Nagyon szépen köszönjük. Azért talán hozzáfűznék annyit, hogy Magyarország ugye 2020-ra szintén 20%-ot kellett volna teljesíteni, de per pillanat ezt kicsit alacsonyabbra vettük, tehát 14-15% közé. Ez csak egy megjegyzés. Szeretnék most egy másik irányba menni, egy másik ország felé, és mégpedig ugye itt köszönhetjük Románia részéről a Kicseoszi partner egyébként nálunk, Constantin Costeát, és beszéljünk talán ez elektromos áram, illetve bocsánat, a geotermikus elektromos áramnak az előállításáról mondjuk Romániában, hogy hogy állnak ott, mert ha jól tudom, ott már vannak pozitív fejlemények. In Romania, the principal part of this production is in the west of the Romanian country. Romániában ennek a termelésnek a legnagyobb része az ország nyugati térségében folyik. The only one who benefits of this is our partners, who are Transgex company from Oradea. Ez egyetlen kedvezményezettje szinte ennek a rendszernek egy nagyváradi vállalat. Mi hát itt Transgex. Egy pontos lejékes Transgex nevű cég. They was demonstrating with this application made in Arata that the panel can convert thermal energy in electrical energy. És itt a hőenergia átalakítása folyik elektromossággá. By using energy transfers. Energia átalakítók segítségével. Also Transgex and Romania had application on culture. We have a lot of greenhouses. Agrár alkalmazásokat is a Transgex szintén végez, nagyon sok üvegházat fűtenek ezzel a módszerrel. With help of solar panels, we are making it and growing a lot of fotovoltaikus, tehát napelemes technológiával using the photovoltaics. Yes, and also solar panels. You heating? Yeah, with solar panels for greenhouses. Üvegházakat fűtenek napelemes technológiával. Also the production of greenhouses is in village Livada village, also from Oradea. Livada, egy nagyvárad környéki faluban vannak telepítve ezek az üvegházak. They explore a lot of fields, and also it's important to know that these fields will be explored also in Oradea, on the border. Számos területen tevékenykednek, és fontos azt megemlíteni, hogy ez a magyar-román határzónában folyik Nagyvárad környékén. A legutóbb a Chelsea történetében kint jártunk Nagyváradon, és megtekintettük ezt a létesítményt. Itt feltenném egy kérdést, ugyanis úgy néz ki, hogy a víz, amit kinyernek, ugye az nem kerül visszatermelésre. Azt szeretném kérdezni, hogy ezen a jövőben lesznek-e, vagy lesz-e valami változás? Yes, we hope. We want to improve this method. And reméljük, ez kitűzött célunk, hogy ezt also for heating houses. Ezt a vizet ingatlanok fűtésére szeretnénk felhasználni. Macedóniából a Csőszi képviselője, aki úgy gondolom, hogy Todor, aki ugyanezeket a problémákat vetette fel, főképp a víznek a visszaáramlását tekintve. Hogy néz ez ki Macedóniában jelen pillanatban? Yes, of course, we have a law for injection of the
Természetesen Makedóniában törvény írja elő a víznek a visszapréselését. Minden fűtésre, üvegházfűzésre, textúrás célra felhasznált geotermikus eredetű egy ilyen módon kinyert vizet 100%-ban vissza kell injektálni. És ez természetesen a törvény írott betűjei nagyon jól is néz ki. De ugyanakkor én nem fejezem, szeretném ezzel a 100%-os egyetértésemet kifejezni, mert if you try to return 100% and you have natural recharge, you will have a problem with the pressure. You will have to use more pressure in the future just to inject and to try to... A természetes a föld alatti akvifereknek, vízfározóknak van egy természetes feltöltődési folyamata. Könnyen elképzelhető, hogyha 100%-ban megpróbáljuk visszatölteni a kinyert vizet, akkor a természetes meghaladó túlnyomásos állapotot érünk ezzel így el, ami későbbi problémák között. So generally you have to find the balance between what are you extracting from the your aquifer and what is a natural recharge and to make a balance and to have one line. Tehát magyarul meg kell találni a túlzott kinyerés, illetve a természetes feltöltődés figyelembevételével a szükséges visszatáplálás közti egyensúlyt és azt a mennyiséget visszakorítani. But definitely injection is very important, and I can say the perfect example. Let's say we have the geothermal system, and 2 kilometers from our geothermal system there was new concession field. Természetesen nagyon fontosnak tartom a visszapréselés fontosságát, tehát egy rögtön például tudom szemléltetni. Képzeljük el, hogy van egy geotermikus rendszerünk, és attól 2 kilométerre egy új koncesziót megadnak. Ott mondjuk egy magántulajdonban lévő jogi személy vagy üzletember elvégzi a saját fúrását. Vizet nyer ki, és nem préseli vissza a felhasználás követően. The result is 9 meters of level dropping down in only 3 years of exploitation. 3 év alatt ez a tevékenység 9 méteres talaj felszín alatti vízszintcsökkenést eredményezhet. It shows how much important is that geothermal water has to be returned, except if it's used in biological use. Azt hiszem, ez kitűnően szemlélteti a reinjektálás fontosságát, a visszapréselés fontosságát, azt az egyes esetet kivéve, amikor balneológia termálvíz célból használjuk fel a vizet. De az alapelv nyilván az, hogy miután energetikai szempontból termálvizet hasznosítottuk, akkor változatlan vegyi összetétellel, változatlan feltételek mellett visszajutassuk a kinyerési helyébe. Ha már itt vagyunk, akkor meg szeretnék kérdezni még Kuczewski úrtól még egy kérdést, és ez főképpen a zöld tarifákkal kapcsolatban, hogy ez Macedóniában hogy néz ki, tehát mennyire előnyös az elektromos áram visszatermelése. Erről tudom mondani egy pár szót. And yes, this is a very interesting question because we are now in the procedure of making of the green tariff of geothermal energy. Nagyon érdekes ez a kérdés, mert most folyik Macedóniában a zöld tarifáknak a törvény hátterének a kidolgozása, ami a termikus energiával kapcsolatban. Hogyha azt a mai kerekasztal beszélgetés fő témáját nevezetesen, hogy a geotermikus energiát hogy lehet jobb hatékonysággal kihasználni tekintjük, akkor az egyik fő célja, fő célkitűzés ennek nyilván az, hogy a geotermikus rendszerek nagyobb hasznot hozzanak. Ennek 2 oka van. First one is that geothermal systems are connected with some investigation, geothermal, geophysical work, which cost a lot of money. And az egyik, hogy a geotermikus projektek általában nagyon költséges és a kockázattal járó kutatási tevékenységet vonnak maguk után. And honestly speaking, the whole development of geothermal resources in the area of Balkan is coming from EU funds.
or some state-owned agencies. Így az összes geotermikus fejlesztés a Balkán területén, vagy európai pénzből, EU-s támogatással, vagy valamennyi állami hozzájárulással történik. If this system would be more profitable, I'm sure that private investors will be interested even to take more risk, to make more drillings and to get more results. Hogyha ezt mi sikerül megoldani, hogy ez a tevékenység nagyobb hozamkulcsokkal működjön általánosan fogalmazva, akkor biztos vagyok abban, hogy nagyobb magánbefektető érdeklődést is tud bevonzani próbafúrások és egyéb tevékenységi tekintetében. We all know that private businesses want profit, not risk, but in some cases, when the risk is acceptable, they will invest their own money and will get more results. Mindjárt tudjuk, hogy a befektető ideális állapot az a minél több haszon a legkisebb kockázat mellett. A valóság ettől annyiban különbözik, hogy bizonyos vállalható, előrelátható mértékű kockázatok mellett a befektetők igenis hajlandóak adott hozamkulcs mellett beruházni. And the Ministry of Economy and Macedonia is responsible for that agency. Az ügynökségi szabályozó hatóság, az árszabályozó hatóságot a macedóniai gazdasági minisztérium irányítja. We have a lot of fights with them. Elég sok tárgyalásban veszünk részt velük. We cannot say, this is tariff, if you have a porthole, one well, you know the capacity, you know the equipment. We have to take into account the whole research that has been done. Nem lehet egész egyszerűen egy kút kifúrásához egy adott tarifát hozzárendelni. Figyelembe kell venni az ezt megelőző kutatási tevékenység költségeit, valamint az összes bevállalt kockázatot. Valamint a továbbfejlesztés, a következő fázisnak az esetleges kockázatait szintén. It's not just business study case and to determine, okay, this will be 10 euro cent, or 15 or 20 euro. Nem egy egyszerű üzleti esettanulmányról van szó, meghatározható, hogy jó, ez most 10-15, stb. Euro centbe fog kerülni, plusz lesz. Especially that every system is different. Főleg azt, mert annak a figyelembe vételével, hogy akár 3-4 kilométeres távolságon belül is olyan eltérőek lehetnek a rendszerek, hogy teljesen más árak jönnek ki eredményül. And I hope that very soon we will have the tariff, and the tariff will be around 25 euro cent per kilowatt. Nagyon remélem, hogy hamarosan meghatározásra kerül a tarifa, és 25 euro cent per kilowatt köré fog kijönni. And a lot of investors who are coming in Kocsi were interested to drill there, which pulled themselves back because they don't know how profitable would be this business. És számos olyan befektető reményeim szerint, aki korábban érdeklődést mutatott a próbafúrások és egyébek iránt, de ugyanakkor nem lehetett egy kérdésére számadattal válaszolni abban a pillanatban, hogyha ez a számadat elérhetővé és deklaráltá válik, akkor szintén visszajönnek. Tehát ez az általános helyzet most. Thank you very much for the comments. Most folytatnánk egy más témakörben, és akkor beszélni mutatni még egyszer Kurunci Mihályt, aki a Magyar Telmál Energiatársaság elnöke. És a kérdés az a következő lenne, hogy a Németh Lászlóné a minisztériumban azt mondta, hogy az energia megtakarításokkal kell kiváltani az importált, tehát a hazai energia megtakarításokkal kell kiváltani az importált energiát. Hogy ez valójában ez lehetséges, ha igen, akkor milyen formában? Ha jól emlékszem, ezt a miniszter asszony épp a szegedi geotermikus közműrendszernek az átadását mondta, amit ott hangzott volna el. Én azt gondolom, hogy ennek ez egy muzsika füleinknek, tehát ez maximusan egyet lehet érteni ezzel a célral. Magyar Termelői Társaság ezt kb. 15 éve ezt a célt szeretné hangsúlyozni, és igazából ennek keretében éppen 15 éve tartunk is ilyen ismeretemesztő konferenciákat és előadásokat, amit ugye jelenleg itt a GEOSZI program keretében is történik. És igazából biztatnám is a jelenlévőket, hogy ennek módja van, maradjon az ebéd utáni előadásokra is, mert ott remek magyar megépült termálprojektekről is fog hallani.
ellentétben azzal, amit a Zander úr térképen felrajzolt, és Magyarország ugye üres volt, mert nem volt termálprojekt előre, amit hiányolt is, és én megígérem neki, hogy el fogom küldeni egy rakás magyar termálprojektet, hogy ezt a térképet ki lehessen pótolni. Tehát azért jelentős lépéseket tettünk már. Én azt gondolom, hogy a miniszterasszony elmondta, és a kormányzat ezt stratégiaként támogatja, és megújuló energiáknak a szélesebb körű hasznosítását, és erre az uniós forrásokból sokkal nagyobb összeget át is csoportosítanak ezekre a projektekhez, akkor itt óriási fejlődés indul. Ha már itt vagyunk, akkor talán azért fel kellene tenni egy-két kérdést, hogy a termálenergiaiparra vonatkozóan is. A másik meg az, hogy ide itt vannak ilyen olyan elképzelések is, hogy az a víz, ami kijön, és akkor nem lehetnek kerül visszainjektálásra. És ezen azt mondom, hogy többen más véleményen is vannak, mint önök, hogy kíváncsi lennék az önök véleményére. Nagy örömmel hallottam a macedón kollégának az eszmertatását a biztosítást illetően. Ahol ők most vannak Macedóniában, ugye nálunk 2004-ben került törvényi előírás az energetikai célok kötelező biztosajtolása. Mi mindig is azt mondtuk, hogy azt valóban egy kicsit erősnek érezik, és ezt ugye a Nádor Anna Mária is alátámasztotta, hogy hát bizony kőzetviszonyoktól, rezervvároktól függően kellene ezt a szigorúságot alkalmazni, de mi mindig azt mondtuk, hogy abban az esetben a hasznosított termálvíz természetes utánpótlódása adott, és a felszín sem szennyezi a használt folyadékot, hogy teljesen fölösleges visszasajtolni. Viszont hogyha ebből bármelyik sérül, akkor ugye nyilván érdemes elgondolkozni, mit tegyünk, és ennek optimális módja visszasajtolás. Tehát végül teljesen egyetértek. Én azt gondolom, hogy elhangzott ma, amikor a Natilla előadásában is, hogy egy Magyarországon kiemelt kérdés a visszasajtolás, de nem kiemelt kérdés, mint bárhol máshol. Csak amíg bárhol máshol ezt természetszerűen veszik a fenntarthatóság szempontjából, nálunk ugye ebbe belelépnek különböző érdekek, ami miatt különlegessé válik, hogy Magyarországon ezzel foglalkozni kell. De én azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb szakmai oldalra kerül és meg fog oldódni. A megújuló energiaipar, illetve a geotermális iparról feltett kérdésre röviden annyit fog mondani, hogy én azt gondolom, mindannyian érzékeljük azt, hogy a jelenlegi a földgáz, fosszilis energiaoldók felé való pici visszafordulás az azért megfogta a megújuló energiai parkágat. Ez látható az elmúlt 7 éves KEOP támogatás utolsó időszakának viszonylag szerény megújulókra jutó támogatás forrás összegében is. Az, hogy arra 6-7-8 milliárdos keretre 100 körüli pályázat érkezett és nyert 6 vagy 7, tehát ugye látható, hogy viszonylag az országugrásra készen lenne egy ilyen iparágnak a kiteljesülésére, csak ahhoz bizony egy olyan kormányzati támogatás szükséges, és olyan forrás támogatás, ami ezt lehetővé is teszi, hogy ez megvalósul. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a hozzászólást. Egyébként mindenkinek figyelmébe ajánlom, hogy az ebéd után a Kunci úr tart egy eladást, még pedig a következő címen, a geotermikus útkeresések Magyarországon. Ez úgy gondolom, hogy ez egy jó felvezetője volt ennek a témának. Ismét a hölgyekhez fordulnánk. És egy nagyon ugye érdekes előadás volt geológiai értelemben is, és ugye nagyon fontos részletük az, hogy hol fúrjuk ezt a bizonyos kutat. És ha már nekem azt tetszik, hogy itt szeretném fúrni ezt a kutat, akkor ilyen milyen eljárás van? Ugye azt hallottuk, hogy itt egy bizonyos koncesziókhoz kötött ezek a koncesszióknak a kiadása, vagy egy megvalósíthatósága, ez mit jelent? Hát Magyarországon az elmúlt 7-3 évben jelentős szabályi változások voltak a geotermikus energia kutatását, illetve kitermelését illetően. Korábban, és ez a bányatörvénynek a módosításához kapcsolódik, korábban gyakorlatilag vízjogi engedély alapján lehetett termálkutat fúrni, mélységtől függetlenül, amit ugye az illetékes vízügyi hatóságok adtak ki. Aztán a bányatörvény módosítása kapcsán ez olyan mértékben változott meg, hogy meghúztak egy felszín alatt 2500 méteres mélységhatárt, és azt mondták, hogy az ez alatt történő kutatás, kitermelés, hát nyilván ez alapvetően ugye egy energetikai célú, elsősorban ugye sok szó esett itt már, főleg inkább elektromos áramtermelés, illetve
illetve kombinált áram- és hőtermeléssel kapcsolatos magas hőfokú nagyenergiájú rendszerekről van szó. Ezeknek a kutatása, illetve termelése úgynevezett koncesszió keretében valósulhat meg. Ez a koncesszió fogalma, ez tulajdonképpen nem ismeretlen, elsősorban a szénhidrogéniparban, ugye ez egy bevett szokás, világszerte is, de most már Magyarországon is, ami azt jelenti, hogy egy adott kutatási területre, aki egy koncesziós eljáráson kutatási, illetve kitermelési jogosultságot szerez, az egyrészt egy nagyon szigorúan meghatározott munkaprogram szerint kell, hogy végrehajtsa kutatási kitermelést. Másrészt pedig, és tulajdonképpen ez a talán a legjelentősebb része a koncesziónak, egy nagyon erős védelmet jelent a befektető, illetve a kitermelő számára, tehát ha valaki koncesziós jogosultságot szerez, akkor azt jelenti, hogy azon a területen, illetve az a terület alatti háromdimenziós térrészben, a mélységben, ő az egyedüli jogosult az ottani kutatásra és kitermelésre. Tehát a magyar kormánynak az egy nem eltitkolt szándéka volt, hogy ezzel a geotermia területét nevezetett koncesszióval, ezzel tulajdonképpen egyrészt egy nemzetközi gyakorlatot szeretne meghonosítani, ami a külföldi befektetők számára is lehet egy ismert dolog, másrészt pedig egy védelmet jelent számukra, hiszen itt egy hosszú idejű szerződésről van szó, hogy ilyen koncesziós szerződés, ha megkötésre kerül, akkor ennek 35 év az idő tartana, és ami aztán még aztán hosszabbítható is. Ez egy nagyon komoly változás volt a jogszabályban, ezt egy nagyon hosszas előkészítés előzte meg, és végül is tavaly nyáron, 2013. augusztusában kerültek kiírásra az első koncesziós pályázatot, ezzel vonatkozott szénhidrogén kutatásra is, illetve geotermiára is. Az első pályázatok már be is érkeztek, és most folyik ezeknek az elbírálása, és várható, hogy most már, hogyha ez a gépezet beindul, akkor egyre több, illetve folyamatosan ki fognak írni koncesziós pályázatokat. A geotermia területén az érdeklődést az is mutatja, hogy eddig azt hiszem 16 vagy 17 területre, tehát ilyen kutatási területre nyújtottak be úgynevezett vállalkozói kezdeményezéseket azok a cégek, akik bizonyos területeken szeretnének ilyen koncesziós jogosultságokat elnyerni. Tehát ezeknek a területeknek egy ilyen előzetes, elsősorban környezetvédelmi szempontú kiértékelése, illetve ezekre a területekre a koncesziós pályázatoknak az előkészítése, az folyamatosan zajlik, tehát ez is jelzi azt, hogy mind hazai, mind külföldi részről is igenis komoly érdeklődés van. Nagyon szépen köszönjük. Még van egy szempont egyébként, amiről nem beszéltünk, és ez pedig az, hogy miből is tudjuk megfinanszírozni ezeket a projekteket. Én szeretném megkérdezni Attilát, Kulpus Attilát, hogy bár földhő alapú villamosáram termelés ugye Magyarországon nem létezik, ha létezne, akkor nyilvánvalóan beszéltünk ennek a finanszírozásáról is, de nyilván más projektek vannak, és mondjuk más pályázatok is léteznek. Hogyan látja ezt a jelenlegi állapotban, és hogyan látja ezt a jövőben, milyen perspektívák vannak? Tehát az Európai Uniós pályázatoknak a 2007-13-as időszaknak a végén vagyunk, tehát azok a projektek már kifutottak, lezárulnak most. A 2014-20-as még nem kezdődött el, ezek körülbelül valamikor ősszel lesznek meghirdetve. Tehát most valahogy egy-két Európai Uniós tervezési időszak között vagyunk, meglehetősen kevés a projekt pillanatnyilag. Tehát a magyar geotermikus szakmának most azt tenne jót, hogyha egy kis tőkeinjekció jönne, minél több támogatott projekt indulhatna el. Én azt hiszem, hogy ez lenne az első ilyen lépés, ami segítene nekünk. A műszaki viták, a visszasajtolásról, a villamoserőművek, földhő alapú villamoserőművek lehetőségéről és egyebekről gyakorlatilag a konferenciákon lezajlottak. Tehát felkészültünk rá, hogy a kivitelezések elkezdődjenek. Csak az én mérnöki irodám legalább egy fél tucat geotermikus erőmű projektet készített elő, viszont amikor már a komolyabb, költségesebb munkafolyamatok jönnek, akkor bizony a tőkeinjekcióra van szükség, kockázati tőkére is. Ez az, ami hiányzik most, ezekre lesz szükség a közeljövőben.
Na most nyilván vannak ilyen források, a KEHOP-nak fogják most már nevezni, korábban KEHOP-nak, előtte KIOP-nak nevezett operációs, operatív programot, ami egyfajta tőkeinjekció lesz majd a geotermikus energia szakmában. A norvég alapnak nevezett pályázatok most is folynak, most is történnek pályázati kiírások is. Lehet pályázni, valamint, amit a prezentációmban is említettem, az innovációs projektek is előtérben kerülnek a közeljövőben. Tehát én azt hiszem, hogy lesz majd lehetőség, és amikor ezek a támogatott projektek eredményeket mutatnak be, bízunk abban, hogy ez a magántőkét is vonzani fogva majd a jövőben, hiszen pillanatilag sajnos ebben nem állunk valami fényesen. Nagyon szépen köszönöm még egyszer Kubus Attilának ezt a hozzászólást. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a Szanner úrnak lenne most egy fordított másirányú kérdése. Figyeljük oda. Well, actually it's both to add something and have a question. First, concerning the green tariffs that you were talking about. Kérdésem először is a zöld tarifákat érteni. This is the problem that I mentioned with this state aid rules of the European Union that 3 weeks ago az Európai Unióban is ilyen állami előírású szabályok alapján. Because these state aid rules that they are now will from 2017 on not allow any green tariffs anymore. 2017-től ezek a szabályzatok nem fogják engedélyezni a zöld tarifákat. It looks like they may have exception for pre-existing programs. Úgy néz ki, hogy a már meglévő programok kivételt fognak élvezni ez alól. Or exceptions for certain technologies with low development yet. Vagy bizonyos nem túl kifejlesztett új technológiák kivételt fognak élvezni. But basically this kind of tariffs will no longer be allowed after 2017 as to this new regulation. Az új szabályzat értelmében 2017 után ezek az zöld tarifák nem. And this is why we fight it and we need to have it realized. És ezért gondoljuk úgy, hogy ezt át kell tekinteni. My question. A kérdésem pedig. Well, I agree fully with the reinjection that we are not talking about 100%. We are talking about enough reinjection to keep the pressure level and the amount stable. Az eredeti körülmények visszaállítását, eredeti nyomás viszonyok visszaállítását célzó visszatéselés elvével a 100%-os körülményekre figyelemmel nem fordító visszatéselés ellenében tökéletesen egyetértek. So the problem at the end is who is there to regulate that? I know that all the geological surveys have methods to model it, to understand it, but do you have any powers to really make the people to stick to a kind of models you have? And I'd like to know this from the from Macedonia, from Romania, from Hungary. Kérdés az, hogy konkrétan ki ennek a felelős szabályozója, tehát a technológia, a tudományos módszerek azok rendelkezésre állhatnak, de amikor megtörténik a visszapréselés, akkor konkrétan ki fogja azt ellenőrizni, sőt inkább azt biztosítani, hogy valóban a megfelelő mértékű visszapréselés történjen. Én ha jól látom, Fyodor Kuzsevszkinek már van ezzel kapcsolatban egy kérdésem, hát adom a szót. Okay, I will start with one anecdote, the newest one. Macedonian guy is reading in newspaper, after 1 million years, the sun will blow up and the earth will be ruined. And the comment was... Volt egy újságcikk, ami azt írta, hogy 1 millió év múlva ugye a Föld a jelenlegi formájában el fog tűnni, a homoksivatag fog mindent borítani. Erre megjegyzés az volt, hogy... What a pity. Just Macedonia will become the member of the European Union and the earth will be ruined. Milyen kár pont akkorra fog Macedónia az Európai Unió tagjává válni. So we are still not members of the European Union. Egyelőre még mint nem EU-s tagállam tudom azt mondani, hogy and all contracts which will be signed
between this moment and when we will be member of the European Union, the green tariff will be valid for this 10-20. So that was the idea, to have some system, at least as a pilot, to produce geothermal energy and to have some example that in Macedonia can be produced. And we are running to catch this. And according to the rejection, we have perfect example in our system. We exploited around 1 million cubic meters of geothermal water per year. Tudjuk bemutatni, körülbelül 1 millió köbmétert termeltünk ki idáig. In 5 years in a row, when we reinject only less than 30%, 28% of the water, 28%-os visszatérés mellett, the static level in all our boreholes was equal. Ugyanaz maradt az összes kútban a víz, 28%-os visszatérés mellett, nem 100. So the same or the less exploitation ugyanolyan in the last year, vagy egy kisebb kitermelés mellett a tavalyi évfolyamán. And the only difference is the private businessmen drill their boreholes and exploited the water. Az egyetlen különbséggel, hogy magánvállalkozások is búrtak utakat és termeltek vizet. 9 meters of difference. So balance. With good monitoring system, you can see the balance of recharge. So, and 100%, it's only 30% we are putting. But who is telling this guy not to... The 30%-a gyakorlatilag teljesítőkülétel. Who should tell? Akkor a kérdés, hogy ki az, aki felszólítja és kötelezi és ellenőrzi is ezeket a szereznek, hogy valóban azt a mértéket visszatöltsék. There's inspection for mineral resources, exploitation, but you tell me what... Ez a bányászati erőforrásoknak valamilyen felügyelő. Under mineral resource in Macedonia, and there is inspection for exploitation of mineral resources. But when the inspectors came there, he said, "Oh, I'm not using." He said, "I'm not using geothermal water. I'm connected to geothermal system. You can see there." Akkor ugye nagyon sokszor kapatják azt a választ, hogy én magam nem használok termálvizet, én egy geotermikus rendszerhez csatlakoztam, mindössze egy olyan csatlakoztatom. So, shortly, Macedonia expansion exists, but practically it could be avoided. Azt tudom mondani, hogy az elvárás le van fektetve Macedóniában, sajnos az utókövetés és az ellenőrzés az még megkerülhető állapotban van. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, hogyha az órámra nézek, akkor még van 3 percem. Vagy percünk pontosabban. És tettem egy ígéretet, ugyanis az iskoláktól érkezett egy kérés, hogy adjuk lehetőséget nekik is, hogy tegyenek fel egy kérdést. Van egy vállalat, hogy gyere csak föl, gyere csak föl. Sőt, foglalj helyet az én székembe. Kapsz egy mikrofont. És föltetted a kérdést ma. Ja, Egerváli Géta vagyok, a Daros utcai általános iskolában, a 18. kerületben. Szóval pontosan milyen veszélyei vannak a geotermikus kitermelésnek? There are dangers, not many. Léteznek veszélyei, nem sok, azt mondhatom, de léteznek. The main dangers are if you're not observing the nature's needs, which is about energy rejection. Ezek a veszélyek, hogyha a geotermikus kitermelési tevékenységek végzése folyamán. So not to... Természetben az ilyen történő dolgozás elvárna azt a hozzáállást, hogy megértékeletes példa volt például a macedóniai eset. So not to overuse the underground water. Röviden megfogalmazva, ne használjuk túl a geotermikus vízforrásokat. The other risk that we found is that for this EGS systems in... They are best done in graben systems with on tectonic movements. Graben, which is a tectonikus árkokban célszerűeket építeni. These kind of systems have earthquakes behind them. Ezekkel a rendszerekkel ugye előfordulhat egy földrengés hatásának magnitúdusa. And with a geothermal system, it is possible to trigger such an earthquake. Egy geotermikus
fordulhat. Maga a rendszer generál rengéseket a Földben. But this is a case for a specific geothermal technology in specific geological area. And European scientific projects are working, have been working on that to predict and to minimize issues. I'd say the other risk is that you have an isothermal spa at the end and you get addicted to spa bathing instead of working. És ahelyett, hogy munkára hasznosítanánk ezt a vizet, különképpen termálfűtőként hasznosul. Ez inkább egyfajta a gazdaság kihasználatlansági kockázat. Most viszont valóban egy óra múlt 2 perc, és én úgy gondolom, hogy próbáljuk tartani az időt. Még egyszer sok szeretettel meg szeretném köszönni a részvételt. Én úgy gondolom, hogy hatalmas tapsállal...